puskázok, mert ott van itt nálam még tőle könyv. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a januári összegzésem lesz, mert hihetetlen módon már vége van a januárnak. Tudjátok, amikor januárban az emberek azt mondják, hogy már hogy milyen hosszú egyébként a január, de nekem az a bajom, hogy mivel idén fogok végezni alapképzésen egyetemen, és így a szakdolgozási határidő, záróvizsga határidő, mindenféle határidő itt szép lassan közeledik majd tavasszal, na nekem nagyon gyorsan el fog telni az első fél év az évből pont emiatt, mert lesz egy csomó határidőm. Hát én úgy indultam neki ennek az évnek, hogy idén nyugi lesz, idén nem olvasok sokat, majd olvasok, amit akarok, aztán már mikor januárra összeállítottam magamnak, hogy mit szeretnék januárban elolvasni azon a listán, Mojon kapásból rajta volt 10 könyv, úgyhogy mondtam, hogy gratulálok, Matilda, nagyon jó, kitaláltad, hogy ez most nyugis lesz, úgyhogy a vége 13 lett. Jó, tegyük az, hogy nagyon-nagyon sok ilyen 100 pár oldalas könyv van köztük, tehát azért ilyen sok, de akkor is nem terveztem ennyit olvasni. Igazából január 31 van ma, amikor ezt felveszem, és tegnap este még befejeztem egy könyvet, amit azt hittem, hogy majd áttalok februárra, de gyorsabban befejeztem, mint hogy február lett volna. Na most, az egyik oka annak egyébként, hogy ennyit olvastam, meg ilyen rövideket, az az, hogy januárban volt a könyvkemping is, amiről, mivel én eredetileg úgy készültem, hogy úgyse fogok tudni annyira részt venni benne, mert szakdolgozatot írok, aztán végül megmásztam a tornyot és lett saját kis sárkányom. Mindegy, így nem készültem arra, hogy vlogolok, vagy TBR-t csinálok, vagy ilyenek, meg nem is tudtam volna TBR-t csinálni, mert végül csak tornyot másztam, és ott mindig egy nappal előre tudtam, vagy hát aznap tudtam csak meg, hogy mi a pont, amihez olvasnom kell, szóval így nem nagyon csináltam az semmit, úgyhogy ez egy ilyen januári olvasmányösszegző és kicsi könyvkemping élménybeszámoló lesz. Nyitom a listámat, mert nagyon sok könyv van, amit nem tudok megmutatni, mert beiratkoztam könyvtárba is. Ráadásul egyébként az a poén, hogy az egész első hetem januárból az arról szólt, hogy könyvtári gyakorlaton vagyok, tehát így egy héttel rövidebb is így nekem úgymond a január emiatt. Na mindegy, megyek sorba, az lesz a legegyszerűbb. Szóval, az első könyv, amit még tavaly vettem ki könyvtárból, de idén olvastam el legelsőként évelején, az Simon Stellenhag, nem tudom, hogy kell a kis pötyis betűt kimondani a nevéből, tőle volt az elektronikus állam. Az elektronikus államot ugye, azt már vissza kellett vinnem, mert annak lejárt a kölcsönzési ideje, de ez volt az első könyv, amit elolvastam, mert vannak bizonyos propagandálóink, akik nagyon szeretik őt, és sokat láttam náluk. Szerintem mind tudjuk, kikről beszélek. És akkor mindegy, pont könyvtári gyakorlaton voltam, és előttem hozták vissza a könyvet. Én vettem vissza a könyvet, úgyhogy egyből el is olvastam, vagy hát kikölcsönöztem. És elolvastam, hogy a gyakorlaton vettem vissza. Nagyon tetszett, nagyon jó a hangulata, és nekem az kifejezetten tetszett, hogy így ez egy ilyen kisregény, de képregény, de nem az, de van benne szöveg, tehát most mutatom el ezt, tehát, hogy körülbelül így néz ki az elektronikus állam, és egy piti szöveg, kép, megyünk tovább. És gyakorlatilag így az elektronikus államban magában úgy volt végigmondva a történet, hogy volt a szöveg, ami így magyarázott picit, aztán ott volt a kép, és akkor abból így eldöntötted, hogy mit költesz hozzá. Nagyon jó volt, nagyon tetszett ez a világvége hangulat benne, meg az egész atmoszféra, amit teremtett ezzel a science fiction-ös, robotos témával. Ezek után fogtam magam és beiratkoztam Szegeden a Somogyiba is, mert én oda még nem voltam, mert hogy ott benn volt a másik két kötete is, ami megjelent magyarul, tehát a Mesék a hurokból, és a Labirintus, és igen, ezeket is elolvastam még így januárban. A Mesék a hurokból azt egy pontra hoztam is. Könyvkempingen a Beszél hozzád pont az ez volt, mert direkt kivettem őket könyvkemping előtt, hogy hát a könyvkempinggel tudom használni, és ezt tudtam, vagy hát igazából ezt is tudtam volna, de végül is ezt felhasználtam egy pontra, mert ez beszélt hozzám, és a polcomon volt, úgyhogy igen. Na most, a Mesék a hurokból az inkább életrajzi ihletésű, ebben így a saját gyerekkorát szkifisítette meg, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy így ilyen kis pillanatokat ragadott ki a saját gyerekkorából, és akkor ezt így kicsit ilyen
megspékelte. Ez is jó volt, de mivel ez nem volt egy annyira összefüggő történet, úgy kifejezetten, ezért ez egy icipicivel kis kevésbé tetszett, de annyira szép a képi világ, amivel dolgozik, hogy már csak azért megéri ezeket a könyveket elolvasni, hogy nézegessem a képeket bennük, tehát annyira, annyira tetszik. A labirintus az meg egy ilyen elég depresszív jövőképet mutat, amiben ilyen fekete gömbök jelentek meg, és így elpusztították a földet, meg így nem lehet megélni miattuk nagyjából, és igen, így mesél el egy történetet, kicsit betekintést nyerünk abba, hogy milyen most így a földön élni, illetve hogy milyen döntéseket hoztak az emberek annak érdekében, hogy túléljenek, amiről lehetne vitatkozni, hogy mennyire volt etikus, vagy sem, és hogy megérdemelték-e azt a véget, amit kaptak, vagy sem. Szóval ez egy nagyon érdekes volt, nekem nagyon tetszett. Egy kis rejtélyes, furfangos, és ennek is brutális a képi világa. Próbálok olyat keresni, ami annyira nem spoileres. Ugye az elektronikus államban is vannak nagyon-nagyon szép képek, de azt most nem tudom így megmutatni. Az elektronikus államban igazából még az volt, hogy ott kicsit az embereknek ezzel a neuronsisakkal kisült az agyuk. Annyira a virtuális valóságban ragadtak. Vannak bennük jó üzenetek, igen. Szóval ezt a három Szelenhák kötetet így én ki is végeztem januárban. Hát ugye ezek 140 oldalasak és fele kép, szóval ezeket nem volt nehéz kiolvasni. Most mindenki Gyűrűk urát olvast, mert Masninak és Szannának van egy ilyen papírtéglás kihívása. Az a lényeg, hogy az első körben benne a három Gyűrűk ura részt fogják olvasni, és mivel ez most ilyen közösségi élmény, én is újra olvasom a Gyűrűk urát. Januárban kiolvastam az első kötetet, a Gyűrű szövetségét, ugye ez technikailag egy könyv, de három kötetre van szedve, úgyhogy én ezt külön egy kötetnek számolom. Molyon csak egy kötetként, mármint ezt én egy könyvnek számolom, molyon meg a három könyv fog egynek számolódni, mert úgy van nekem a kiadásom fönt, és nem fogok vele most trükközni, hogy három könyvnek számolja. Úgyhogy elolvastam a Gyűrű szövetségét. Kicsit nehézkesen ment, mert így szerintem annyira nem volt kedvem Gyűrűk urát olvasni, meg most így Tolkien stílusához sem volt kedvem, meg nagyon hosszú is, nyilván 600 oldal. De egyébként meg még mindig szeretem, imádom, majdnem sírtam is rajta olyan részen, amin soha nem sírtam, se filmben, sem könyvben. Igen, szeretem a Gyűrűk urát, ezt szerintem nem kell annyira magyarázni. Itt van mögöttem a Gyűrűk ura polc, mert lehoztam. Szóval februárban folytatom a Két toronnyal, az legalább rövidebb. Következő, az szerintem egy Lumberjanes kötet lesz. Igen, a 10. Lumberjanes kötet, a Parents Day, ami igazából arról szólt, hogy a szülők most meglátogatták a gyerekeket a táborban. Nem tudom, különösebb nyomot most nem hagyott bennem egyébként ez a rész így. Viszont szerintem, hogyha olvasom majd a 11. kötetet, abban jobban lesz összefüggés ezzel, mert most úgy éreztem, hogy ebben megint elindult egy ilyen sztori szál, ami 2-3 köteten át fog tartani. Azokat jobban szeretem, azokat a Lumberjanes köteteket, amikor cserkeszterek köteteket, amikor van összefüggő sztori a részek között, mert úgy kevésbé érzem, úgyhogy csak így lógnak a levegőben. Aztán igazából könyvkemping közös könyv volt, de én nem akartam elolvasni, aztán fönn volt script, de mégiscsak elolvastam, viszont befejeztem így a kemping előtt a háromnegyedét, és kempingen fejeztem be egy rész, egy ilyen utolsó egy óráját. Ez pedig nem más volt, mint nem írtam fel a szerzőt, de azt hiszem Natsukawa Sosuke-tól, a Rintaro és a könyvek útvesztője. Ez egy ilyen, én ezt legjobban úgy tudom megfogalmazni, hogy ez egy ilyen szinte szerelmes levél a könyvekhez. Igazából, hogyha valaki szereti a könyveket, akkor szerintem tetszeni is fog neki. Nekem is tetszett, az utolsó labirintus volt, kicsit ilyen de sok volt egy picit, egy pirinyót sok volt a filozofálgatás, meg a nem tudom miatt, ott kicsit az utolsó egy óra engem elvesztett a Rintaróból, de hogy egészen odáig egyébként tök jó dolgokról volt benne szó, és így egy-két bemutatás is volt benne, mármint ilyen nesztek, meg ez a véleményem. Úgyhogy alapvetően tetszett, meg voltak benne nagyon jó gondolatok, úgyhogy igazából ajánlom ezt a könyvet olvasásra, van benne egy beszélő macska is. Mágikus realista könyv, nem tudom, nekem inkább tűnt sima fantazinak, de annyira nem vagyok képben a mágikus realizmussal egyébként, de a többiek is azt mondták, hogy van benne elég sok fantazi elem ahhoz képest, úgyhogy de alapvetően egy tök jó olvasás volt, meg rövid is.
Jó, a következő könyv egyébként megvan, de nem tudom mutatni, mert pont tegnap vitt el Emma, ez pedig a Lore Olympus, ami szintén könyvkemping közös könyv volt, tehát, de én ezt olvastam tavaly, novemberben, de most ezért újraolvastam a kempinghez, hogy a live-ban toppon legyek, azt egyébként ide be is fogom linkelni azt a live-ot, amiben beszélünk róla. Mit mondjak a Lore Olymposzról, imádom. Sőt, a kemping után még végig is olvastam a maradék részeket webtoonon, amivel le voltam, vagy a kemping közben, amivel le voltam maradva, és most így szomorú vagyok, mert várnom kell, hogy a mid-season break után folytatódjon, mert most a szerzőnő egy pár hónap szünetet tart a sztoriban, és most teljesen tűkön fogok ülni egészen addig, még nem folytatja, de imádom, annyira jó a Lore Olympus. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy az első kötetben nem sok minden történik, én is azért olvastam tovább webtoonon, hogy többet tudhassak, mert az az első 25 fejezet még olyan sok mindent betekintésügyileg nem ad, viszont csodálatosan szép a kiadás. Amit szintén könyvkempingre olvastam, igen, tehát a Lore Olympus az Elendil fénye pont, az volt a kezdőpontom, tehát azzal kezdtem a kempinget. Aztán a következő az volt, hogy női szerző, nekem viszont volt egy nagyon stabil könyvem erre, amit nagyon régóta szerettem volna elolvasni, mióta én megtudtam, hogy a kedvenc filmemből, ami a Szilaj, a Vadvölgy paribája, csak hogy a teljes címét mondjam, én imádom azt a filmet, és ahhoz a filmhez, annó, mikor ez kijött, írtak 4 darab könyvet, ami rohadtul nem elérhető sehol se, úgyhogy fel kellett turnom az egész internetet, de Open Archive, Internet Archive, Open Library-n fönn van az első 2 kötet belőle, tehát hogy így gépen el tudom olvasni, úgyhogy elolvastam az első részt, amit ehhez írtak, ami pedig a Bonita címet viseli, és imádtam, annyira szeretem az olyan lovas könyveket, amiben lószemszögből nézünk, és a lovak a főszereplők. Tehát engem ezzel lehet megvenni. Ne legyenek benne emberek. Vagy ha van is benne, akkor ne legyen főszereplő, csak úgy legyen benne. Tehát imádtam, bőgtem is rajta, úgy bőgtem rajta, ahogy én nem számítottam, hogy egy 140 oldalas gyerekeknek írt rövid könyvecske meg fog siratni. De bőgtem rajta. Meghalt benne egy ló, úgyhogy szétsírtam rajta magam, úgyhogy imádtam, és fogom tovább olvasni a második résszel, ami szintén fönn van Open Library-n. Nagyon-nagyon jó volt. Tehát komolyan. Nem számítottam rá, hogy ennyire fogom imádni, de nagyon-nagyon tetszett, és pillanatok alatt végig tudtam olvasni, úgyis, hogy gépen pedig utálok rendes képernyőn olvasni. Tehát csütörtökön kedves volt a prompt, mert nem kellett csütörtökön semmit csinálni, úgyhogy akkor olvastam Gyűrűk urát. Aztán azt hiszem a boszorkányos történet volt a következő. Na erre elolvastam egy képregényt, amit már nagyon-nagyon szemeztem vele egy ideje. És ugyan karácsonyi és Mikulás origin story-t mond el, de chef's kiss, csodálatos volt, ez pedig a Klaus volt, amit kiadtak magyarul is tavaly év végén, az így kezd, Klaus így kezdte a télapó, ez a teljes címe. Legjobb Mikulás origin story valaha, amit olvassam. Imádtam a démonölő Mikulásunkat. Ezen is sírtam, ezen se terveztem, csodálatos, úgyhogy majd meg kell szereznem fizikai példányban is, mert kell ide a képregény sarkomba, ott a képregény részlegem is, és kell az a könyv, tehát annyira kell nekem az, hogy meg tudjam csodálni élőben is a képeket. Fantasztikusan jó volt, tényleg, és ahogy a Lore Olympus Live-ban megtanultuk, Klaus egyébként vizuálisan motiváló figura, meg Hades is. A Lore Olympusban. Az utolsó prompt az volt a könyvkempingen, hogy gyászfeldolgozás, útvégéhez érés, sorozat utolsó rész, vagy egy kötetes könyv, ami gyászfeldolgozás, ilyesmi. Amire nem volt először könyvem, aztán nagyon emlegették Bachmannak az egyik kötetét, amit végül elolvastam, mert fönn volt scripten, ez pedig az... Hát én most az angol címet mondom, mert magyarul nem biztos, hogy végig tudom mondani, ez az And Every Morning the Way Home Gets Longer and Longer, ami minden reggel, a hazavezető út minden reggel egyre hosszabb, talán ez a magyar címe. Ez egy ilyen rövid szösszenet volt, mint talán 100 oldal se, ami egy Alzheimer-kóros nagypapáról és az unokáról szólt, és hogy ugye, ahogy veszíti el a nagypapa az emlékeit, ez így milyen és milyen hatásai vannak, hát ez is megkönnyeztetett egyébként, tehát mondjuk Bachmannak van egy ilyen szokása, hogy megsirat,
és nekem nagyon nagy Bachmann lemaradásom van. Tehát én 1000 éve akarom olvasni az Óvét, még mindig nem tettem meg, úgyhogy most már, hogy van könyvtári tagságom a Somogyiba, onnan ki fogom venni, mert ben van, vagy nem tudom, 10 példányban egyébként, úgyhogy most már tényleg fogok Óvét olvasni, mert azt akartam legelőször Bachmanntól, és még mindig nem olvastam, és egyébként is Bachmant szeretnék többet olvasni. Ami eredetileg volt a TBR-om, az a Lore Olympus és a Csonthavazás a Csai Rolandtól, és azért, mert hogy ez a kettő kiütötte volna 4 alappontot, amivel szintén szerzek sárkányt, csak aztán tornyot másztam, de azért elolvastam ezt is még a kemping utolsó napján. Ennél a könyvnél azzal volt, ezt egyébként a Magvetőtől, nem, Napkúttól kaptam recenzióba, és most sikerült eljutnom oda, hogy elolvassam. És azért voltam bajban ezzel a könyvvel, mert egyrészt szerintem ez sem mágikus realizmus, mert ebben túl sok fantazi elem volt ahhoz, de mindegy. Másrészt ezt egy molyos értékelésembe bele is írtam, és molyos értékelésben is olvastam, mert az volt az érzésem, hogy ez egy kisregény. De kisregénynek annyi minden történt benne, tehát hogy én olvastam már más kisregényeket, és azokban nem történik ennyi minden. Tehát ebben nagyon sok információ volt beleszuszakolva, viszont nem voltak eléggé kifejtve ahhoz, hogy élvezetesek legyenek, és pont ezt olvastam, hogy valaki azt írta, hogy ez regénynek kidolgozatlan, kisregénynek meg túl sok, és pontosan ugyanezek az érzéseim ezzel kapcsolatban. Egyébként ilyen, hát nem tudom, ilyen szürreális a sztori, hogy nem hó esik benne, hanem csontok, és hogy valami világvége már megtörtént, de hogy ezt így vissza lehet fordítani, és akkor követünk egy szereplőt, aki így végül is visszafordítja ezt, vagy nem is tudom. Nehéz elmagyarázni, mi történik ebben a könyvben. A lényeg, hogy angyalokat támasztanak benne föl. Ez lenne a lényeg, hogy föl kell támasztani az angyalokat, hogy ne legyen világvége, valami ilyesmi. Nehéz elmagyarázni, tényleg eléggé ilyen weird volt. Igazából, hogyha ez hosszabb lett volna, nem csak ilyen kis 160 oldal, hanem mondjuk egy ilyen 250-300 oldalas regény lehet, hogy sokkal jobban élvezem, mert így nem tudod berántani a sztori, mivel éreztem, hogy itt még kéne magyarázatokat adni, meg kéne még egy kicsit világot építeni, meg kéne még valami, mert így nagyon sok minden történt, és nagyon feszes tempóban haladt, és nagyon kevés dolgot tudtam meg, és értettem meg. Úgyhogy igen, ilyen kettős érzéseim vannak ezzel a könyvvel kapcsolatban. Szintén újraolvasás, ez a Paper Girls volt, mert hogy ez BookTube könyvklub havi könyv volt, és ezt tudtam igazából a leggyorsabban újraolvasni, meg ettől nem féltem, hogy sok lesz, mert a Ház az égszínkék tengernél, ugye olvastam tavaly 2-szer, nem akartam most januárban is még egyszer, a másik 2 könyv nem érdekelt. Úgyhogy erről van egy kibeszélünk, amiben apa is egyébként benne van és részt vett, úgyhogy ezt itt ebbe fogom linkelni, és akkor ezt meg tudjátok nézni. Szerintem kivesézzük, úgyhogy erről most nem fogok többet mondani, mert azért erről is beszéltem már viszonylag sokat. Ez ilyen időutazós, skifis képregény, de ebből az első részből még mi olyan sok minden nem derül ki a sztoriról. És az utolsó könyv, amit tegnap fejeztem be, és így még belefért a januárba, ez Lane Caberbolt, talán így kell mondani a nevét, tőle volt az Amulet, ami az Igazlátó Krónikák második része. Ugye én olvastam az első részt, ami ez volt, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Egyébként megjegyzem, hogy ez a borító, meg ez a cím így nem sok mindent sejtett a sztoriról, vagy nagyon más dolgokat, mindegy. Ebben folytatódott a sztori, és aminek nagyon örültem, hogy ami meg lett alapozva az első részben, azt folytatták ebben. Tehát, hogy ez nem csak ilyen valami történt és elfelejtjük volt. Érdekes volt, izgalmas volt, főleg miután berántott, csak úgy lapoztam az oldalakat, alig bírtam ki, hogy végigolvassak egyet, mielőtt jött a következő. Ebben már Dina testvérének is volt szemszög Gavinnek, de Davinnak, nem Gavin, Davin, amivel csak annyi problémám volt, hogy Davinban egy kicsit tengenek a tini fiú hormonok, és néha így meg tudtam volna csapni, hogy ne legyél idióta. De tudjátok, van ez a mentalitás, amikor a tini fiú nagyon férfiak éppen. Ők a kemények, kemény arcok, és nagyon érzik, és nem kéne nekik, de úgyhogy megpróbáltam ezt elnézni. Nagyon érdekes dolgok történtek, és én tényleg nagyon izgultam, hogy mi fog benne történni. Talán egy icipicit túl gyors volt, mert nekem kifejezetten tetszett a sárkányhívásában már, hogy gyors a sztori, és nincsenek elhúzva benne a dolgok, és ez igaz erre is,
Viszont ebben egy kicsit több minden történt, és így egy kicsit sok volt, és talán kicsit több magyarázatot vagy leírást igényeltek volna. Igazából ez nem nagyon rontotta az olvasási élményen, mert így is nagyon tetszett ez a rész is, és izgatottan várom a következő részét már most, mert ennek nagyon van, érzem a potenciáját ennek az egész sztorinak, illetve ami egy kicsit ilyen hunyorítósan tudtam csak elfogadni a létezését, az az, hogy vannak ezek a nemes házak, és ugye vannak ezeknek színeik, amik köpenyen viselnek, és ugye ebből könnyű ilyen viszályt szítani, hogy az egyik rátámad a másikra, de hogy itt senki nem gondol bele abba, hogy bárki fel tud húzni olyan színű köpenyt. Bárki. Mármint értem én, hogy ez ilyen becsületbeli dolog, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen szemléletközpont, vagy lehet, hogy csak én gondolkodok alapból így, de miért bíznál meg benne, hogy csak a saját háza színeit húzza föl? Miért? Gondolkodj már, hát olyan könnyű titeket át furfangolni, hogy na mindegy, úgyhogy igen. De jó volt, úgyhogy nagyon tetszett, úgyhogy ezzel zártam a hónapomat, ezt pedig a Metropolis Media kiadótól kaptam, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm nekik. Ez egy nagyon jó dánszerzős sorozat. Igen, a könyvkempingről meg még annyit, hogy nagyon örültem, hogy végre ez volt a harmadik könyvkemping, és ez volt az első, amiben teljesen részt tudtam venni elejétől a végéig, és csak a záróját a live-ot nem láttam még, de majd ezt is megnézem. Úgyhogy igen. Úgyhogy most már nagyon várom a következő kempinget, mert így most már sokkal jobban át tudom érezni a kemping szellemet, hogy részt tudtam benne rendesen venni. És azóta csak ezekkel a könyvjelzőkkel olvasok. A könyvkemping egyébként Eszti és Andi Ridatonja főszervezésben, és akkor így a booktuberek szoktak még nekik segítgetni, hogyha valaki éppen tud valamiben. Én ezeket a könyveket olvastam januárban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti mit olvastatok januárban, és ha esetleg részt vettetek a könyvkempingen, akkor hogy éreztétek rajta magatokat. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!